Én is úgy gondolom, ahogyan a bevezetőben elhangzott, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerű témának ígérkezik, és remélem, hogy közérthető és egyszerű is marad egészen az előadás végéig. Úgyhogy vágjunk is bele, ha megtalálom a megfelelő gombot. Sikerült. Egészen hétköznapi dolgokról szeretnék beszélni, úgyis, mint a mindannyiunk által ismert vízkőről, a vízről, a koszos ruhákról, tehát minden olyan dologról, amivel szerintem minden nap találkozunk, jó vagy rossz értelemben együtt élünk vele. Remélem, hogy ezt a szlájdot mindenki ismeri. Nem kell végigolvasni, mert egyébként is csak a kivonata annak, ami az interneten kering, és már jó néhány év óta megtalálható. Ugye ez egy felhívás a dihidrogénmonoxid betiltása ellen. Ezt hát többféle számot olvastam, ahonnan én ezt a szlájdot kivettem. 50 embert kérdeztek meg, 43 azonnal csatlakozott, 6-an kételkedtek, egy valaki nevetve visszautasította. Ugye mindenki tudja, hogy miről van szó, miközben végigolvasta egy részét legalábbis, és remélem, hogy jól szórakozott az, aki még nem ismerte. Ugye ez a víz maga. A legaranyosabb, amit nem szerepelt, azt azért még elmondom, hogy benne van az is, hogy a katonai létesítményekben használják, és rendkívül bonyolult csővezetékekben elvezetve katonai fegyverek fejlesztéséhez is mindennapos mértékben felhasználják. Tehát ugye, ha egyenként olvassuk a mondatokat, mindig az. Tehát semmelyiket nem cáfolnám meg. Összességében meg ugye egy abszolút hétköznapi és elengedhetetlen eszenciális anyagról beszélünk, a vízről. A másik dolog, ami ugye a szlájdon szerepelt, a vízkő. Ha megnézzük Magyarország térképét, akkor láthatjuk, hogy vizeink valamilyen mértékben, kisebb-nagyobb mértékben tartalmaznak olyan anyagot, amiből a vízkő keletkezik. Ugye erre mondjuk azt, hogy a víz keménységével jellemezzük ezt az értéket. Definíció szerint általában Magyarországon ez a német keménységi foknak nevezett definíció terjedt el, és ha megnézzük az ábrát, akkor itt éppen Szeged környékén közepesen kemény vizet találunk, tőlünk délkeletebbre lágyabbat, ez ugye még nem egyenlő a desztillált vízzel, de lágyabb vizet, és hát vannak régiói az országnak, ahol nagyon kemény a víz. Na de mi is az a vízkő? Hogy egy picit kémia órára kapcsolódjunk. A vízkő definíciója szerint van, tehát kétféle anyagból keletkezhet, általában kálcium vagy magnézium hidrogén karbonátból válik ki ez a bizonyos vízkő, ami ugye kálcium karbonát, más néven lehet mészkő is, aztán utána ásványtani értelemben ezt hívják aragonitnak, kálcitnak, mindig ugye kémiai értelemben mindig ugyanarról az anyagról beszélünk, kálciumkarbonátról. Ugye ez egy eléggé leegyszerűsített kémiai egyenlete annak, hogy mi is történik a vízkő kiválás esetében, de röviden egyszerűen csak annyi, hogy van egy vízoldható anyagunk, ez a kálciumhidrogén karbonát vagy magnéziumhidrogén karbonát, és amikor ebből az oldatból valamilyen hatás miatt távozik széndioxid, akkor kálciumkarbonát kiválást tapasztalunk, és akkor ez az a vízkő, amit a csöveken belül vagy kívül láthatunk. Mit is tehetünk ezek ellen? Hát először is ugye adódik az a dolog, hogy hát meg kéne tőle még azelőtt szabadulni, amielőtt vízkővé válik. Ez ugye lehet vegyszeres módszerrel, ez nem elírás lett volna, hanem utalva itt az előző előadóknak a polemizálására is, ugye, hogy egyáltalán egy vegyész számára ez, hogy vegyszeres, hát minden vegyszeres, tehát minden kémiai elemekből áll, mindenben molekulák vannak, és ezeknek a reakciói hatására jönnek létre folyamatok,
Ezeket hívhatjuk természetes folyamatoknak is, hívhatjuk mesterséges folyamatoknak, de számomra ezek reakcióegyenletek, ha mondhatom ezt. és az, hogy ez egy vegyszeres tisztítás, hát látni fogjuk majd az általam ismert eljárásokban, majdnem mindegyikben szerepel valamilyen kémiai anyag, ami ugye reakcióba lépve ezekkel a kálcium és magnézium tartalmú anyagokkal, vagy semlegesíti vagy elkerülhetővé teszi ezt a vízkőképződést, vagy pedig hát eltávolítja. Aztán van egy másik módszer, ugye az ioncserélés, amikor ezeket a kálcium és magnézium ionokat megpróbáljuk kicserélni olyanokra, amikből nem válik ki vízkő, meg van egy ilyen nagyon furcsa nevű dolog is, ezzel majd később még találkozunk. De hogyha nem távolítjuk el őket, ugye akkor maradnak ezek a csodafegyverek, a különböző vízkőoldók, hát a legjobb az utolsó az. Ugye végül is avval is lehet, hogyha elég sokáig csapkodjuk, akkor lehet, hogy össze tudjuk törni. Tessék kipróbálni. Nézzük a vegyszeres módszereket. Ugye azt mindenki ismeri, hogy a sósav az nagyon jó vízkőoldó, szerintem ezzel mindenki találkozott, de valószínűleg azt is hallották, hogy ugye azt nem szabad használni, mert az valami szörnyen rossz dolog, ami hát ártalmas, úgyhogy azt inkább ne tegyük. Aztán vannak ugye azok az alternatívák, amiket úgy apostrofálnak, hogy környezetbarát módszerek, ez az ecetsav és a citromsav. Vettem ugye egy ilyen nem preferált és egy preferáltabb példát, amiből azt láthatjuk, hogy a vége, itt ez a két dolog érdekes számomra, a vége mind a kettőnek ugyanaz, széndioxidos és víz. Ez a dolog, meg ez, ami itt található, ugye ez a savasságot okozó proton, ez az, ami gyakorlatilag reakcióba lép, és a kálciumkarbonát, kálciumkloriddá, illetve széndioxiddá és vízzé alakul. Ez az ecetsavnál, meg a sósavnál is ugyanígy történik. Tehát a vízkő eltávolítása szempontjából a két anyag között semmiféle különbség nincs. A citromsavba, ami ugye egyébként megint csak tálalás kérdése, hogyha azt mondom, hogy ennek is van E száma például, tehát akkor ha megtaláljuk ugye egy ilyen feliraton, hogy az E333-as élelmiszeripari adalékanyag, ez micsoda? Hát ez a citromsav például. Aztán, hogyha ilyen szörnyű képletes néven illetjük, akkor megint csak gyanakodni kezdenénk, hogy ez valami nem jó dolog. Szerintem bármelyik másikat is megnézve is nagyon-nagyon szörnyűségesnek hangzik. De ha vízkőoldásra használjuk, akkor itt is ezeket a részeket kell keresni, tehát ezeket a H nevű protonokat, amelyek gyakorlatilag széndioxiddá és vízzé alakulnak, és így oldják a vízkövet. Azután a lágyításnak vannak még kémiai módszerei, ugye van ez a meszes, szódás, illetve a trisóval történő vízlágyítás. Itt megint csak nem történik más, mint ezt a bizonyos keménységet, változó keménységet okozó ionokat, vagy oltott mésszel, vagy szódával, vagy foszfát ionnal eltávolítjuk. Tehát valamilyen csapadékba visszük, és utána ezeket ugye ki tudjuk szűrni az oldatból, és lágy vizet kapunk, amivel utána már moshatunk, használhatjuk a háztartásba bármi másra, csak kérem, ha már lágy, akkor már ne igyák meg, mert ugye azt a vizet, amit iszunk, azt jobb, hogyha ionokkal, tehát nem ionmentesen isszuk meg, hanem ionokkal telten, mert azokra az ionokra, amik a természetes vizekben benne vannak, azokra szükségünk van, és az ugye fontos mindennapi összetevője az életünknek. És akkor nézzük azokat a módszereket, amik ugye ezek a ioncsere és ez a bizonyos furcsa nevű fordított ozmózis körébe tartozó módszerek. Az ioncserénél, ahogy itt leírtam, itt láthatunk eszközöket, különböző háztartási méretű, illetve ipari méretű eszközöket is. Egyszerűen az történik, hogy még mielőtt a vizet használni kezdünk, azelőtt
a keménységet okozó ionok kationjait, tehát a kálciumot és a magnéziumot eltávolítjuk, illetve kicseréljük nátriumra, vagy a mostani korszerűbb anyagoknál hidrogénre egy gyanta felületen, és akkor onnantól fogva már nyilván azt a vizet használhatjuk megint csak ipari vagy mosási célokra. A fordított ozmózisnak a miben létében nem mennék bele részletesebben. Gyakorlatilag ugye az történik, hogy egy ilyen félig átterjesztő hártyán eresztik keresztül a tisztítatlan vizet, és itt a középső részben, tehát ebben a csőszerű részben dúsulnak a keménységet okozó ionok, és a másik oldalon pedig a tisztított víz, tehát az ionmentes víz távozik. Ez egy rendkívül, tehát ez mondhatni manapság a legkorszerűbb módszernek számító ioncserélés. Nagyon-nagyon jó minőségű vizet lehet vele csinálni, és igazából nem igény, tehát ez egy membrán szűrés, nem igényel különösebben semmiféle kémiai anyagot, ez egy mechanikai elven történő szűrés. És hát, hogy rátérjünk azokra a módszerekre, amiről lehet hallani, vagy lehet találni az interneten, ugye, ami nem is tudom, hogy milyen néven illessem, tehát ez a lágy mágneses golyó, ebből elhoztam a mintapéldányt is, ő az. Tehát a legjobban azt tetszik, hogy lágy mágneses golyó és polietilénből készül. Tehát az én megint csak szegényes vegyi tudásom szerint a polietilén az egy műanyag. Nem tudom, hogy van benne mágneses. Körbeadom, de kérem vissza, mert ugye szemléltetésnek nagyon, nagyon jó. Meg lehet őt vizsgálni, hogy milyen a lágy mágnes. Kérem szépen, hogy mindenki közben tanulmányozza a gyöngyszemeket, hogy mi mindenre jó ez. És megint csak ugye vannak benne hihető dolgok. Az, hogy a használata egyszerű, az szerintem triviális, nem? Hát meg kell nézni, hogy például vízcsapra, üvegre, és amit nem mertem leírni, de azt is megtaláltam a neten, hogy a Gödöllői Agrártudományon végzett Tudományi Egyetemen végzett kutatások szerint a szarvas marhák nemző képességére is hatással van. Azt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan működött ez. Nekem vannak elképzeléseim, de szerintem a vízlágyításhoz nem sok köze van. És ezt a példát azért hoztam fel, mert egyébként létezik olyan módszer, amellyel a vizet erős mágneses, elektromágneses térnek kitéve a vízkő képződést azt elkerülhetjük. Ez ugye úgy működik, hogy az elején emlegettem ezt az aragonit meg kalcit kristály szerkezetet. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyik a kalcit az a vízkő, tehát az olyan nagyobb kristályokban kristályosodó mészkövet jelenti, mint amilyen a vízkő. Az aragonit pedig egy ilyen polimorf kristály, ami azt jelenti, hogy egy nagyon finom és apró kristály szerkezetű anyag, gyakorlatilag ugye nem tapad össze. Tehát az nagyon erős elektromágneses tér, és ilyen készülék kapható és működőképes, szétesett a technika, de majd összerakom a végén. Ez a nagyon erős mágneses tér a kristály szerkezet képződést befolyásolva valóban alkalmas arra, hogy a vízkő képződést elkerüljük, úgy, hogy a benne lévő kémiai anyagokat se ki nem vontuk, se át nem alakítottuk, se ki nem cseréltük, de hát a kívánt hatást azt elérjük vele. Ez az, amit tetszenek nézegetni, ez nyilvánvalóan nem bocsájt ki nagyon erős mágneses, elektromágneses teret, illetve hát reménykedem benne, hogy nem, mert akkor még itt bajba kerülnénk a használat közben. És rátérve az utolsó témára, ugye a koszos ruhák, ha még emlékeznek, tehát ugye ez egy nagyon fontos és eszenciális része az életünknek, legalábbis remélem, hogy tiszta ruhában szeretnénk járni. Ez már nagyon-nagyon régóta az emberiség igénye, ugye már a mosónők a patakban számtalan műalkotás örökítette meg a mosás folyamatát, illetve hát nem tudom, hogy ki mindenki
emlékszik ezekre a márkákra, márkanevekre, egy része ezeknek már, egy része még megtalálható ma is, de egy része az már csak a történelmi emlékezetben él, de minden esetre a közös bennük az, hogy ugye ezek tisztító anyagok, és az első ilyen tisztító anyag az ugye a szappan volt, és a szappan főzés az ez egy ősi mesterség, manapság ismét népszerűvé kezd válni, de megint csak egy nagyon-nagyon egyszerű kémiai folyamatról van ugye szó. Gyakorlatilag ugye egy valamilyen olajszerű anyagnak luggal való főzése, majd utána ezt egy sóval, legegyszerűbben, legtriviálisabban konyhasóval kicsapták, és ebből kapták a szappant. Ugye, de megint csak tálalás kérdése a dolog, mert hogyha azt kezdem mondani, hogy a szappan az a palmitinsavas, tearinsavas, olajsavas glicerinészter, akkor ez ugye elég rémisztőnek hangzik, pedig csak megint csak a szappanról beszéltem. És mivel találkozhatunk manapság? A manapság, hát, amit én találtam, több mint 30 féle mosópor, vagy mosószer, 100 féle különböző formában, alakban kapható. Hát ha így bemegyünk az élmiszer üzletbe, akkor ha nem is század, de hát talán a mosóporos részleg az, ahol rengeteg féle különböző anyaggal találkozunk, mosószerrel. Hogy mi alapján választunk? Hát néhány szempont, amit megpróbáltam összeszedni, nyilván, hogyha ismerjük a márkát, akkor azt megbízhatónak találjuk, hogyan néz ki. Nekem fontos az is, hogy szemléletes legyen a tájékoztató. Egyszer, amikor a feleségem elküldött függöny mosószerére, akkor már gyanúsan nézett rám a biztonsági őr, amikor egy fél órán keresztül tanulmányoztam a függöny mosószereknek az apró betűjét, mert igen apró volt, és optikai fehérítőt kerestem benne, és nem átallottam mindegyikben megkeresni, hogy mennyi van benne, és azt vittem haza, amelyikben a legtöbb volt. Jelentem, nyertem. Mármint, hogy örült a feleségem, és azóta is mindig ugyanazt kell vegyem. És nem kell egy fél órát eltöltenem vele. Aztán meg nyilván az is, hogy mennyire bírjuk el, tehát, hogy mekkora mennyiségű az a valami, amit kapunk érte, meg hát az ára is fontos. De hogyha egy picit tudományosabban nézzük ezt a dolgot, akkor találtam egy tesztet, ugye ezt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a laboratóriuma végezte. Ebből annyit kell látni, hogy a felső részben, itt ebben a felső harmadban van a mosó hatásért felelős, vannak a felelős komponensek, ez egy objektív skála alapján, 1-től 5-ig terjedő skála alapján minősített értékeket mutatja, illetve itt pedig a szennyezések fajtáit, amik ugye egy ilyen egységnyi ruhadarabon mindegyiket ugyanolyan dologgal beszennyezték, és annak az eltávolításának a jóságát vizsgálták. Legalsósorban vannak az összpontszámok, és nyilván ez alapján egy 40 pontos maximumtól lefelé alakította ki jó, közepesen jó, gyenge, nagyon jó kategóriákat. Most ha megnézzük, itt három táblázat van, ezen gyorsan végigmegyünk, azt tessék mindegyiknél figyelni, hogy itt a felső részben a mosóhatásnál majdnem mindegyiknél 5-ös, 4-es értékek szerepelnek. Itt ugye vannak ismert, meg ismeretlenebb márkák is, a fényképük is itt van, nem töröltem ki őket, hogy nagyjából ismerősek maradjanak. Amiben itt különbség van, itt a különböző foltoknak az eltávolítása, illetve az ára. Az, ami szintén pontszámot érdemelt, tehát azt is vizsgálták, hogy egységnyi, kilogramnyi mosószer milyen drága, és avval ugye mennyit lehet mosni. Ha végigmegyünk a táblázaton, akkor azt látjuk, hogy a mosóhatás, tehát ott a felső sorokban, ott nagyon-nagyon jó értékek találhatóak. Mindegyik mosópornál azt lehet mondani, hogy jól viselkedik, vagy jól működik. Ugye a nátriumklorid az, ami nem a mosóhatásért felelős, és itt ugye az utolsó háromnak van itt egy ilyen nagy nullás értéke. Ez azt jelenti, hogy ugye ezt csak hazacipeljük, ezzel nem mosunk, nem csinálunk semmit,
csak azért van benne, mert valamiért a magyar háziasszonyokat, vagy a magyar háztartásokat arra szocializálták, hogy ilyen pohárnyi mennyiségű, ilyen kis pohárnyi mennyiségű mosóporral mossanak, és hogyha egyszer csak azt kezdenék mondani, hogy egy kis kanálnyival kell mosni, akkor nem hinnénk el, hogy az még ugyanolyan jól mos. Ezt bárkit meg lehet kérdezni, azt mondja, hogy hát jó, egy kis kanállal teszek bele, meg még egyel, mert az a biztos. És éppen ezért a gyártók úgymond a fogyasztói igényekhez igazodva ezt a többletet hozzáadják, csak azért, hogy mi elhiggyük azt, hogy azért a pénzért mi igenis kapunk valamit. Na most emiatt levonás járt a pontokba, és itt is ugye a mosóhatás, a felső kettő, az teljesen rendben van. A nagyon sok nátrium tartalom, itt ebben például 40%-os nátriumklorid tartalom volt. Tehát 40% a mosópornak vízoldható só, ami ugye nem csinál semmit, csak sós lesz tőle a mosóvíz. Ugye ez nem probléma, mert még sose senki nem kóstolta meg. Tehát ez... Na és akkor térjünk vissza a mosásra, hogy mi célból is mosunk. Ezt már emlegettem, hogy hát a szennyeződésnek háromféle típusa van, ugye van a zsíros-olajos, van a szilárd, tehát az ilyen por, meg hát vannak vízben oldható típusok is. Éppen ezért a eltávolítás, a szennyezés eltávolítás erre a három területre kell, hogy fókuszáljon. Ugye kérdés még, hogy mennyire koszos, milyen ruháról beszélünk, mert ezek az anyagok, ezek ugye nem egyformán ragadnak az anyagokhoz. Mondjuk a zsírosak a műanyag ruhához jobban ragadnak, mert azok ugye egymást szeretik. A vízben oldhatók azok meg inkább a pamut dolgokhoz, meg a szilárd anyagok is inkább a pamutos ruhákhoz szeretnek jobban, mint a műanyag dolgokhoz. Aztán utána a mosógép típusa is egy nagyon fontos, meg hát a vízminőség a keménységgel, itt ez a mosás dolog, ez igen erősen összefügg. Néhány mosógép példán szemléltetve, ugye a mosógépek típusa az igen-igen eltér, és hát mondhatni azt, hogy azért ezek nagy változáson és fejlődésen mentek keresztül, ezt már csak a nálam idősebbek ismerhetik, ugye ez a Hajdú forgótárcsás mosógép, még a régi időből, ez egy álcázott energomat típusú készülék, ami ugye rózsaszín álcahálóval beborítva, de még manapság is nagyon sok háztartásban jól teljesítve működik, és ez itt pedig a jövő. És ezt azért hoztam példaként, mert ugye ennek semmi köze a mosószerekhez, de ahhoz, hogy hogyan lehet környezetbarát módon mosni és takarékoskodni a vízzel, ez egy rendkívül jó példa. Ez az úriember, ez egy designer, aki kitalálta ezt az apparátust, és azt mondta, hogy miért ne lehetne a használt mosóvízzel utána WC-t öblíteni. Úgyhogy ez egy two-in-one kategória, mosógép, amely magában tartja a mosóvizet, és utána igény szerint használható. Nagyon szép példája egyébként a víz és energia takarékoskodásnak. Nézzük akkor a mosószereket, hogy miből is állnak, és hogy akkor hogyan teljesítik ezt a sokrétű elvárást, amit az előző dián láttunk. Ugye állnak tenzidekből, polimerekből, enzimekből, ezek ilyen mosópor reklámokból szerintem ismerősek lehetnek ezek a fogalmak, illetve hát vannak ilyen segítő adalékokból, fehérítőkből, meg hát azokat úgy neveztem el, hogy marketing komponensek, ebbe tartozik a só is egyébként, meg még sok más is. De összességében azt lehet mondani, hogy ha megnézzük a mosóporoknak az apróbetűjét, akkor általában a mosóanyag, tehát amitől tiszta lesz, az 15%. A többi az vagy ide tartozik, itt a segítőkhöz, meg mondjuk még a fehérítőkhöz, meg hát a marketing komponensekhez. Azt lehet mondani, hogy ennek a fele még valamilyen fajta komfortérzetünket fokozza, illetve valamilyen fajta valós fogyasztói igényt elégít ki, és a többi része az ballaszt. Akkor menjünk sorba, hogy az egyes komponensek azok miből is állnak. 2 perc? Gyorsítunk. Nem vissza előre.
Tehát a felületaktív anyagok. Itt ugye mindegyiknek ezek a bizonyos tenzidek, ezeknek mindegyiknek megvan a jó és rossz tulajdonsága, mosóporban kettőfélét tesznek, anionosat meg nem ionosat. Az anionos az nagyon jól mos, a nem ionos viszont nem túl környezetbarát, a nem ionos az kevésbé jól mos, de mondjuk például nem habzik annyira, és hát szintén azért működik a zsíráltávolításban. Még egy ilyen érdekes fogalom, ugye a micella, ezt már nem biztos, hogy a reklámokban elmerik mondani a fogyasztóknak. A micella az ő ez itt középen, amikor az olajból ezekkel az előző tenzidekkel egy ilyen vízoldható anyag keletkezik, ezt hívjuk micellának, és akkor ebből keletkezik egy olyan emulzió, amit ugye a mosóvízzel aztán végül is kipumpálunk a mosógépünkből. Tehát ez itt a kulcskérdés, hogy ezekkel az anyagokkal az a célunk, hogy ezekből az olajcseppekből olyan vízoldható anyagot produkáljunk, amit utána aztán le tudunk a ruha felületéről dörzsölni, mert ugye a mosás mechanikai hatás is, le kell róla szednünk, dörzsölnünk a nem kívánt szennyeződést. A tenzideknek ez a része az az olajat szereti, a másik része pedig a vizet. Úgyhogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen átmeneti híd szerepet tölt be, úgy tudjuk vízoldhatóvá tenni az anyagot, hogy egy ilyen átmeneti réteget hozunk létre a szennyeződés körül. Mire jók az enzimek? Az enzimek szintén nagyon fontos dolgok, mert ugye hát nem minden zsíros meg olajos. Ugye ez a vérfolt, borfolt, egyéb szennyeződésekből adódó folt, hát ezt jól ismerjük biológiából, hogy vannak ugye az úgynevezett fehérjebontó, proteáz, amiláz, szénhidrátbontó, lipáz, zsírokat bontó enzimek. Ilyeneket téve a mosóporba az e fajta szennyeződéseket könnyű eltávolítani. És itt jön be az, hogy miért kell, vagy miért mondják azt, hogy alacsony hőmérséklet a mosószerek. Hát azért, mert az enzimek ugye magas hőmérsékleten nem is pusztulnának, tehát ezek azokban a mosószerekben vannak benne, amelyek alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmasak. A segítők, ezek ugye vízlágyítók. Ugye itt jön a két dolog, itt kapcsolódik egymáshoz, a mosószer meg a vízlágyítás. A tenzidek hatása rendkívüli módon romlik, hogyha kemény a víz, ezért vízlágyító szereket kell beletenni. Ő a nem szeretem vízlágyító, mert ő foszfát tartalmú, és ő eutrofizációt okoz. A szóda sem igazán környezetbarát, már legalábbis az én inercia rendszeremben, mert ugye ő is erősen lúgosít, és hát a lúgos pH az azért szerintem nem túlságosan előnyös a környezet számára, de vannak mosószerek, amiben ezt teszik. Tehát vannak ezek a szilikátok, illetve a zeolitok, amelyek a mostani mosóporokban találhatóak, vízlágyító szerek, és nem okoznak különösebben, nincsenek rossz hatással a környezetre, úgyhogy a manapság mosószerek nagyobb részében ilyenek találhatóak. A segítők olyan értelemben segítők, hogy a polimerek nem engedik visszarakodni a ruhára a szennyeződéseket, bőrbarát anyagok nem engedik, hogy elszűrküljenek a textíliák. A fehérítőszerek, hát ugye az, amit mondtam, hogy engem is azért küldtek el, hogy olyan mosószert hozzak, hogy fehérek legyenek tőle a ruháink. Ebből kettőféle is van. Van ugye, ami kémiai módon fehérítő, ugye ő a nátriumhipoklorid, ő a hipónak a rokona, meg vannak a peroxidos, tehát oxigén alapú fehérítők, amelyek szintén ugyanazt a hatást érik el, tehát oxidálnak, fehérítenek. Az egyik az ugye ilyen hipoklorid bázison, a másik meg peroxid bázison. A marketingesek, ugye ezek a töltőanyagok, igazából egy hatásuk van, hogy vannak mosószerek, amik ugye összeállnak ilyen kupacba és csomósak lesznek, ennek elkerülésére tesznek bele csomósodásgátlókat, vagy ilyen sókat. Aztán vannak az optikai fehérítők, ezek ugye nem csinálnak semmit a ruhaanyaggal, ezek egy UV-fény hatására aktiválódó anyagok, akik kék fényt bocsájtanak ki, és a szemünket csalják csak meg, azt hiszük, hogy fehér a ruhánk, vagy szebb lesz, semmi nem történik vele, egy olyan réteg van rajta, amitől fehérebbnek látjuk. Hát meg, hogy jó szaga legyen, meg, hogy szép színe legyen, ez ugye mindig fontos, legalábbis a marketingben. És akkor
Konklúzióként mi is az, ami fontos szerintem a mosószerekkel kapcsolatban? Az, hogy minél kevesebbet használjunk belőle. Ez véleményem szerint a folyékony mosószerek használatával kerülhető el, tehát hogy túl sok mosószert használjunk, de lehet kapni ezeket a kis zacskócskásokat, azok előre kimért adagban, az a picike zacskó az ugyanannyi, mint az egy pohár mosópor. Egyrészt nincsenek benne töltőanyagok, mert a folyadékhoz ugye nem adnak semmi plusz folyadékot, könnyebb is hazahozni, mert ilyen kis dobozban van, és nem kell olyan sokat használni belőle, és ugye nem lehet úgymond hibázni, mert egy kis tasak előre csomagolva annyi, olyan, mint a gyógyszer, hogy ugye mondják, hogy napi egy adag, hogy egyszer, háromszor egyet vegyünk be itt a mosógépbe, és egyet tegyünk, és már jó is. Energiatakarékos legyen, ugye itt a mosási hőmérséklet, meg az idő csökkentésével sokkal többet tehetünk a környezetünk érdekében, mint hogy egyéb más kegyszereket használjunk. Azután az, hogy azért a benne lévő anyagok a környezet számára minél inkább lebonthatóak legyenek, az is egy fontos szempont, mert azért végső soron ezek ugye az anyatermészetbe kerülnek, amik jó, hogyha azért ott semlegesedni vagy lebomlani tudnak. Így aztán a polifoszfátok, és itt ez a hipokloritos fehérítés, illetve a polifoszfátos vízlegyítés, ez azért nem preferált mostanában, és azért helyettesítik más anyagokkal. Azután, hát ami nagyon fontos, ugye a mechanikai hatás, hogy hatékonyan mosógépeket fejlesztenek ki, mármint mosási szempontból, és egy ilyen tudományos dolgot hagytam a végére. Ugye maguk a ruhaanyagok fejlesztésében is tudunk olyan szuperhidrofil, illetve szuperhidrofó felületeket képezni, amire nem ragad a szennyeződés. És hát köszönöm szépen, sok sikert kívánok a megfelelő mosószer, illetve vízlágyító anyag kiválasztásához.